Nagy Zsolt Sárospatakon született, ma is itt él és itt dolgozik. A festés-rajzolás mindig közel állt hozzá, hisz eszközként kellett használnia ezt a két tevékenységet, mind az építészeti, mind a pedagógiai tanulmányai során. Néhány éve a barátai és az ismerősei rábeszélték, hogy egy kiállításon mutassa be képeit a nagy közönségnek. Nagy Zsolt kiállítása annak a sorozatnak része, amelynek keretében a Sárospatakon élő és alkotó amatőr művészeknek rendezünk egyfajta bemutatkozási lehetőséget. Azt hiszem, UFO-t tényleg mindenki ismeri a városban, hiszen az előadó művészet ágában szorosan összefonódik a neve a Nyolckor Színházzal és a Művelődés Házával. Ma pedig azokat a képeket hozta el, amelyben szeretett szülő városa, a legszebb épületei és a környék mutatkozik meg. Alkotásain a tájat, a természeti és az épített környezetet mutatja be. Nem az önmegvalósítás, hanem a szeretet vezeti a kezét festés közben. Nem általánosságba fest, hanem egy-egy témának a részleteit, tehát azért mondtam a nüanszokat, tehát hogy azokat a pillanatokat, akár hangulatban, akár tájrészletekben veszi észre, amit kevés ember vesz észre. Völgy, fenyves, hegyi patak, egy magányosan, de büszkén álló templom, elhagyatott parasztház, a zempléni táj, mind arra késztetik a nézőt, hogyha rövid időre is, de megálljon, kiszakadjon a rohanó hétköznapokból. Nézel ki a buszból, vagy a vonatból, és egyszer csak látsz valamit, egy akár egy fát, egy hegyet, egy folyót, egy patakmedret, és az úgy megtapad. Aztán itthon húzza az ember a vonalakat. A kiállítás egyben nemes célt is szolgált. Nagy Zsolt a Makkos Hogyka felett című festményét jótékonysági célra ajánlotta fel a Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány javára.